Legutóbb a Voice and Bass, Lakatos Ágnes és férje, Csuhay Barna Tibor duója vendégeskedett a Kalocsai Művészklubban, mely indulása óta egyre nagyobb érdeklődést tudhat magának. A legnagyobb siker az, hogy egyre jobban működünk. Úgy kezdtük, hogy havonta egy péntek valamilyen előadás, úgy fejeztük, hogy minden pénteken, meg nagyon sokszor már a péntekek sem elegek. Nagyon sokszor jövünk össze, hol irodalom, hol képzőművészet, hol fotó, hol zene, az most a legritkább, de van népművészet is, ez az öt ága van a klubnak. Haskóné Apagyi Judit, a Liszt Ferenc Művészeti Iskola zongoratanára önként, hobbiból és zene szeretetéből adódóan van a művészklubosok között, ő a zenéért felelős. Interjúnk során megemlített néhány nagy nevet, akik már tiszteletüket tették a helyszínen. Itt volt például Dinyés József, aki ismerős lehet sokaknak, ő a daltulajdonos, de volt itt a Békési professzor úr, a nyelvész. Voltak többen írók, író-olvasó találkozók. Volt köztársasági elnökünk, aki könyvet írt és lejött elmesélni a könyvét, sokan voltak. Ahogyan indulásakor, azóta is töretlenül szerveződnek a programok, így művészetből nincs hiány augusztus hónapban sem. Most például már megy egy festész tábor a Uszodon, egy ilyen festőtábor, úgyhogy ők most hiányozni is fognak. Aztán lesz majd még egy három hegedűssel készülő, sok húrön pendülünk műsorunk augusztus 25-én, de egyébként alapvetően nyári szünet van, nagyon sokan vannak távol. Arra is szeretettel várunk mindenkit. Ott lesz népzenész, jazz zenész és komoly zenész, de mind a három hegedűs és mind a három idevaló Kalocsára. A Kalocsai Kortárs Művészeti Klub nagyon jó kapcsolatot ápol Kiskörössel, de jártak már itt Erdélyből is, ám mivel a helység főprofiljaként a helyi művészekről szól, így leginkább Kalocsáról és térségéből érkeznek érdeklődők.